Szállodai szintű szobák várják a munkavállalókat Nyíregyháza új munkásszállójában. A Tiszavasvári út mellett épült fel az az 50 szobás, akár 200 fő befogadására alkalmas dolgozói apartman, amely a jövőben a távolabbról érkező dolgozók ideiglenes otthonául szolgálhat. A beruházást a debreceni székhelyük Sanga Ventures magántőke alapkezelő ZRT valósította meg. A tervezett fejlesztéseink első elkészült projekte itt ez a munkásszálló, itt Nyíregyházán a Tiszavasvári úton. Ezzel lehetővé téve a városba már betelepült, illetve a jövőbe betelepülő termelői szolgáltató vállalatok megnövekedett szállásigényeinek korszerű infrastruktúrális környezetbe történő kiszolgálását. Ez egy korszerű épület, energiatakarékos, minden szoba saját fürdőszobával rendelkezik, televízióval, klímával, hűtőszekrénnyel felszerelt. A fejlesztésnél nagyon fontos volt az, hogy környezettudatos a fejlesztés, ennek szellemében ugye a létesítmény energiatakarékos, hűtését hőszivattyús rendszer biztosítja. A fiatalok helyben tartása és visszacsábítása kiemelt célkitűzése Nyíregyháza önkormányzatának, mondta el Kovács Ferenc polgármester. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a vármegye távolabbról érkező munkavállalóinak lakhatására is gondolnia kell a városnak. Az ipari befektetők ugyanis egyre több munkahelyet teremtenek. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hallgatóinak több mint 60%-a megyei, nem nyíregyházi, és a nyíregyházi nagyfoglalkoztató cégek dolgozóinak is az 50%-a nem nyíregyházi. Tehát innentől kezdve ezt lehet mondani megyei programnak is, nem csak Nyíregyházáról beszélünk. És hát említettem, hogy már eladtunk 100 hektárt, két befektetőnk van, a WScope dél-koreai cég, aki 1200 munkahelyet fog létesíteni, a Boysen, ez egy BMW beszállító német cég pedig 400-at. Ezek a munkahelyek 25-től fognak megnyílni, de már most gondolkoznunk kell azon, hogy ez a tendencia megmarad, tehát sokan jönnek a megyéből ide dolgozni. Az elmúlt 6 évben összesen 61 munkásszálló építése kezdődött meg Magyarországon, a nyíregyházi pedig a 28. az elkészült beruházások közül. Erről már Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár beszélt az eseményen. A politikus rámutatott, nagy szükség van ezekre a létesítményekre Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a régió munkaerőpiaci helyzete ugyanis folyamatosan javul. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Magyarországon a foglalkoztatásban, a munkanélküliségben óriási különbségek vannak kelet-nyugat között. Hál' Istennek az elmúlt 13 évben ez az olló szűkült, de még mindig potenciálisan, ugye itt most már Szabolcsban is 10% alatt vagyunk, a nyugati régióban pedig ilyen 1-2%, tehát ott már elfogyott a munkaerő gyakorlatilag. Itt még rendelkezésre áll, és hála a jó Istennek azt, amit hosszú évtizedek óta nem sikerült megvalósítani, hogy olyan térségekben jöjjenek beruházások, ahol egyébként a munkáskéz rendelkezésre áll, no ez most sikerült az elmúlt néhány évben. Az új munkásszállót 50%-os állami támogatásból, összesen mintegy 1,5 milliárd forintból alakították ki Nyíregyházán.